Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! 11-e van, január 11-e, ezen a szerdai napon Lendvai Ildikóval és Divény Istvánnal kezdjük az adást. Jó estét kívánok! Jó estét. Meg a hírrel, mi szerint is a kormányon kívül úgy tűnik, hogy úgy általános konszenzus van a gazdaság szereplői körében afelől, hogy ezt az ársapka, az élelmiszer ársapka kérdést ezt meg kellene oldani végre. Egészen pontosan ezt meg kellene szüntetni végre. Mert hogy az élelmiszeripar is tönkre megy, az infláció is emelkedik, és a kereskedők se boldogulnak ezzel most már. Miért nem enged ebből a kormány, hogyha ebben van egy ilyen közmegállapodás a szakemberek szerint? Azt hiszem, hogy két okból, és az egyik ok a jó ok, ezt még én is elismerem. Ami nem jó ok, az a dolog politikai része, annyira hozzátartozik a mostan általa formált karakterhez, hogy ő az, aki megvéd a válságtól, és ennek számára a legolcsóbb eszköze, noha látszateszköz is, az ársapka, hiszen ennek nem ő fizeti a terhét, hanem termelő, kereskedő. Most ugyan valamit a kisboltoknak odaadnak, valamik átpotlés, hogy most, de hát mióta van ársapka. Tehát van politikai oka rá, hogy olcsón, sőt a maga számára ingyen őrizze a megmentő imázsát. Ez rossz oka, úgy tetszik morálisan. De van egy jó ok is, ezt el kell ismernem. Idéglenesen, ha kellően kompenzálják és mindent megtettek, akkor én nem vagyok egy átmeneti ársapkának ellenfele vagy ellensége egy ilyen válságos időben. Tehát nyilván vannak, akiknek jelentett ez jót, hogy legalább egyik fajta tej ára, bizonyos csirkehús ára. Már amikor volt. Na de ez az. Most jön a dolog hátránya, de hát ezt ismerjük, meg hogy mint hallom szakértőkről, éppen azért lett irreálisan drága a sajt meg a vaj, mert épp a 2,7-8-as tejet, aminek ugye nagyobb a zsírtartalma, azt ársapkázták. Mindegy, de ettől még lehetnek szociális okok bizonyos ársapkák fenntartására átmenetileg. De arra meg nem támogatást kellene adni, mert... De. Mert hogy ugye ezeket az ársapkás termékeket azok is veszik, akik egyébként nem szorulnak. Én is megveszem, és ez önmagában, önmagában nem lenne tragikus, hogyha egyébként a gazdaság egészét nem tenni tönkre. Pontosan így van, és ha nem teremtene, ahogy jól mondta, hát ezt tapasztalom vásárlóként, mondjuk cukorhiányt, meg éppen ennek az emlegetett tejnek a hiányát is, de ezzel együtt most már szociális megfontolás is kell hozzá, hogy hogyan vezessék, ki kell vezetni, Parrak szerintem ezt kormány szócsőként mondta, és nem saját. Előkészíti? Szerintem erről van szó. Hát ugye áprilisig van érvényben, tehát hogy hát, igazából lassan kell elkezdeni csöpögtetni. Most kell előkészíteni. Szóval most már szociális szempontokat is kell találni, épp ezért más eszközöket, például áfacsökkentést találni a pótlására. Az biztos nem lesz. De mielőtt bármi okosat mondanék, azért azt így hadd mondjam el, hogy mint volt Magyar Nemzetes és Heti Válaszos újságíró, azért erre így soha nem gondoltam, hogy mi majd egyszer így együttünk, de hát ilyen a NER, hogy nem ez az igazi nemzeti együttműködés hát rendszer. Sikerült összehozni, de még rosszabb, hogy még egyet is kell értenünk egy csomó dologban. Hát nem tudom, kötelező, csak lehetséges. Ugye, amikor Gorbacsov először látogatott elnök korábban az Egyesült Államok, azt mondta, hogy most valami szörnyű dolgot teszek magukkal, elveszem az ellenségüket. Mármint saját magára gondolt. Ezt tette velünk a NER a fene. Igen, így jártunk. Szóval, hogy abszolút egyetértek azzal, hogy hát a Fidesznek ilyen cölöpjei vannak, nem? És ez a gondoskodó állam, ez egy ilyen cölöp. De most már nagyon úgy tűnik, hogy sokkal jobb lett volna, hogyha nincs ársapka. Mert akkor egy ilyen folyamatosan és kevésbé dráguló árakhoz kellett volna hozzászokni. Nem lett volna dráma a kivezetés. Igen. Ugye azt mondják, hogy ezt segítsünk értelmezni. Tehát ezt gondolom a nézők már egyébként ezerszer hallották, hogy az, hogy megjelentek az ársapkás termékek, az azt jelentette a kereskedelemben, hogy az összes többi ára szabad a gazda alapon emelkedhetett. Hát hiszen ott az ársapkás, az összes többi sajt ára meg föl az égbe. Az összes többi tejtermék ára föl az égbe. Ráadásul a boltok konkrétan vesztenek rajta, és a saját veszteségüket is szétteli a különböző nem ársapkás termékeken. Tehát ebben ráadásul az a... Mert a nagybolt tényleg szét tudja teríteni. Hát a nagybolt, és nem csak, hogy szétterített, hanem a nagybolt azt a nyeresége csinálta, nem változott semmit sőt, szerintem a nagyboltak azok úgy voltak, vérszemet kaptak egy idő után valószínűleg. Ezt nagyon nehéz ezt igazolni, és nagyon nehéz bizonyítani,
talán lehetetlen is. De úgy tűnik, hogy vérszemet kaptak, és nem hogy szétterítették a ársapkás termékeken keletkezett veszteséget, hanem még-még feljebb pöckölték. Nem véletlenül lett szerintem Magyarország rekorder az élelmiszerinflációban. Azt mondja ráadásul Raskó György, aki ugye agráripari közgazdász, hogy a legnagyobb probléma azon túl, amit az áraknál tapasztalunk, az az, hogy hulladékot vásárolunk. Tehát például ő az ársapkás burgonyára azt mondja, hogy ezt pár évvel ezelőtt még a sertésre letették. Valószínűleg így van. Először is mi magunk vásárlók, mondom még én is, aki nyilván nem a legrosszabb helyzetű vásárló vagyok, keressük a legolcsóbb terméket az ársapkán kívül is, ami hát óhatatlanul gyengébb minőségű. Tehát meg is nőtt a kereslet a gyengébb minőség iránt, és az is van, hát amit maga mond, hogy a boltok, vagy az, hát a nagykereskedelmi láncolatok pénzüknél akarnak maradni, és ezért lehet, hogy még rosszabb minőségű krumplit árulnak, és így tovább. Én megmondom, én ezt nem tapasztaltam. Tehát, hogy, hogy rossz minőségű lenne például a krumpli. Tehát van olyan. De alapvetően is. De szerintem ennek még örülhetünk, mert ugye most jön majd az a történet, hogy nem lesz krumpli. Nincs is magyar krumpli már, hát ez már lengyel. Az már igen, hogy meg francia, de hogy január-február, inkább februárra mondják azt, hogy ugye a magyar krumpli az kifutott, és akkor nem éri meg, hasonló lesz a helyzet, mint az üzemanyagoknál, hogy nem éri meg behozni Magyarország, miért adnák el olcsón, amikor el lehet adni drágábban, és akkor az ilyen burgonya hiányos állapotot fog majd előidézni. Ami azért lesz szép, mert közben kötelezve vannak az üzletek arra, hogy nemhogy az aznapi készletet, hanem dupla készletet halmozzanak fel. Kötelező módon. Az a lesz ebben, hogy záráskor kell ott lenni a dupla készletben. Nem, ha est például egy kisbolt, amelyik valóban igaza van áldozata, és az igazi áldozata kereskedelmi oldalról ennek a politikának, azt végképp nem tudja tönkremenés nélkül produkálni, hogy neki dupla annyi készlete legyen. Hát gondoljuk el, és ha az nem megy el egy faluban, hát és neki be kell szerezni. Egy kisbolt, aki látott kisboltot, az pontosan tudja, hogy viszonylag kevés termék van, mert nem éri meg, mert nem is tudnak akkor a raktárkészletet nem tartani. Nem is kell el, persze. És a kereslet is sokkal kisebb, tehát hogy megvannak a bejáratott vevők, akik megveszik a szokásos dolgaikat. Tehát nem véletlenül, azt hiszem 4000 kisboltról volt eddig szó, akik már lehúzták a rólót, és nemrég az egyik ilyen önkormányzati kisboltnak a, hát nem vezetője, hanem tulajdonos, hanem a polgármester üzent egy ilyen kis településre, sajnos elfelejtettem, hogy melyikről, hogy üzeni Orbán Viktornak, hogy nem megy. Hogy ez az egy bolt van a településen, de ezt nekik be kell zárniuk, mert nem tudják fenntartani. Pont azért, mert hogy ebből a néhány ársapkás termékből lenne a legnagyobb kereslet. Tejből, kenyérből. Hát, ha jól értem, akkor azt értik, hogy miért akarja kivezetni a kormány imerámmal nagy nehezen, mint hogy azt is, hogy miért vezette be, de most hogyan tovább, azt nem látjuk. Pontosabban azt látná az ember még laikusként is, meg hát hallgatunk elég szakértőket, hogy hogyan kéne, hogy a kivezetéssel párhuzamosan vagy az áfát csökkenteni, illetve hát elsősorban azt, ez az, amire helyesen... Egy ellenzéki követelés, tehát ez kizárható. De már csak ezért se, meg hát nyilván a költségvetés is bajban van, tehát bevétel érdekelt. De legalább, amiről el szoktunk feledkezni, a kormány ezeket a különböző büntető adókat, amiket az állítólag az extra profitra vett ki, de hát valójában a forgalomra, azt a kiskereskedelemre is alkalmazza. Tehát van külön az idén megemelt kiskereskedelmi adó, a nagyláncoknál 4%, hát az már azért valami, 4, hát, de ha jól értem, akkor a kis kereskedelemnek nem lesz nagyon nagy az extra profitja, ami alapján hát, adóznia kell. Persze. Egy másik témát hadd hozzak még be. A forgalom után volt ráadásul, bocsánat, hogy ezt a mondatot megelmondom. Tehát, hát igen, egyébként ebben ez a legcsúnyabb, hogy ez az extra profit. Ez akinek nincs profitja, az is fizette, igen. Így aztán még nem is lett. Még egy fél mondatot, hogy, ami aztán egész lesz persze, hogy valószínűleg azt fogjuk most tapasztalni, hogy ha kivezetik az ársapkát, akkor az ársapkás termékek ára is ugye elindul majd onnan fölfelé, egy kicsit meglöki az inflációt. Nem, az is tovább fog menni, tehát hogy igazából most mindenki bámul bele a nagy sötét lyukba, hogy nem nagyon tudja senki, hogy mi lesz. Hogy nem lesz kisebb az élelmiszerinfláció, az viszont elég valószínűleg tűnik. Azt akartam még behozni engedelmükkel témának, hogy a DK beadta a Lex Erasmust a parlamentnek, mint saját törvénytervezetet, ami megtiltaná azt, hogy kormánytagok és politikusok a különböző egyetemi alapítványok kuratóriumába helyet kapjanak. Ugye ez lenne az Európai Unió egyik követelése ahhoz, hogy az Erasmus ösztöndíjas rendszer Magyarország számára nyitva legyen a jövőre is. Van erre esély, hogy ez átmenjen?
Szerintem esély nincsen, de igazuk van, ezzel együtt igazuk. De valamit csinálni kell, mert másképp ugye bukja az ország. Előbb-utóbb fognak is kicsit, még a kuruc magatartást előszedik, vagy hogy már ne haragudjon, ha itt vagyok, muszáj hazabeszélnem, és az MSZP nevét is kiejtenem a számon, ahogy például Tóth Bertalan kérdés formájában adta azt a tippet, az se rossz, hogyha nem akarnak törvényt módosítani, hát mondjanak le önként a miniszterek. Ez egyébként a legegyszerűbb megoldás volna a probléma villámgyors megoldására, és lesznek is lépéskényszerben, főleg, hogy kiderült, hogy lehazudták a csillagot az égről, és azt mondták, hogy hát ők ilyesmiről sose hallottak, hogy ezt kifogásolna az Unió, aztán kiderült, hogy már december óta, november óta tudni hát lehet. A december 15-én született a döntés, de már az Európai Parlament jelentésében arra a bizottságot meg a tanácsot kötelezte arra, vagy felszólította. Már abban benne van. Én úgy emlékszem, hogy szeptember 19-e az első. Szeptember? Amikor a bizottság azt mondta, hogy ez így nincs rendben, és én nekem úgy rémlik, hogy akkor a magyar kormány egyébként mondott olyasmit, hogy majd ezt rendezni fogják. Tehát, hogy ismerik a problémát, és rendezni fogják. Valamit csináltak is, de csak egy alibi törvényt. Igen, mert a figurák azok ugye maradtak a helyükön. Tehát ez a Navracsics-féle rácsodálkozás, ez nagyon cuki, nagyon kedves, Navracsicsot nagyon szeretjük, amikor így rácsodálkozik valamire, de hát ez egy hatalmas nagy kamu. Az igazi probléma megint az, ami mindig a NER által leuralt világrészekkel kapcsolatos, hogy és akkor majd kiveszik a Süli Jánost, és akkor majd kiveszik a Lázárt, és akkor mi van? Beraknak majd ilyen no-name fideszes csinovnyíkokat, és nem vagyunk előrébb. Tehát az alapprobléma az, hogy ellopták a egyetemeket. A közvagyont. Ezzel nem foglalkozik senki, ezzel nem tud foglalkozni az Európai Unió, és akkor ez egy ilyen látszat valami, most itt majd a hőbörgés, ugye most már a NER nyilvánosság ott tart, hogy a LMBTQ lobby és a gyermekvédelmi neki törvény. Neki mentek nem véletlenül. Persze, és sőt már ott tartanak, hogy maga az egész pedagógus demonstrációs sorozat azért volt, hogy abból lehetett tudni, hogy majd a közoktatásba és a felsőoktatásba fognak belekötni. Persze, tehát hogy... És ennek a hullámnak a része Demjén Ferenc, aki azt mondja a diákoknak, hogy ne hőbörögjenek, hanem menjenek. Demjén Ferenc egy másik hullámnak a része, és már legalább 50 éve, és azt ő tudja, mi okozza ezt a hullámot. Ha már hullám. De az nagyon cuki volt, amikor azt mondta, hogy hát az ő idejében nem volt szokás így demonstrálni. Tényleg nem. Miért nem volt szokás? Tényleg nem. Milyen igaza van ebben? Egyébként attól félek, de... sem volt örömteli. Hát ezt nem dicsérőleg mondom. Lehet, hogy majrés vagyok, de attól félek, hogy ez az egész Erasmus történet épp a kommunikációban végül Orbánék malmára hajtja a vizet. Mármint, hogy... mindig az van, nem? Valahogy mindig ez van. Nem szívesen nyugszok bele. Hát egyszerűen arra gondolok, hogy olyan politikával eddig nem foglalkozó tanár, diák, szülő rétegeket unió ellenessé lehet tenni, akik eddig ebben a vitában nem foglaltak állást, mondván, hogy a gazunió veszi el a gyereked ösztöndíj lehetőségét. Remélem, hogy nem vagyunk olyan ostobák, bocsánat, vagy olyan naívak az országban, hogy ezt megegyük, de nem zárunk ki. Szerintem azért nem valószínű ez a forgatókönyv, mert pont azok a diákságnak az a rétege érintett ebben, akik egyébként demonstrálnak közben a tanárok mellett, meg hát a felsőoktatásban azért mégiscsak tudnak már valamit a világról, meg beszélnek nyelveket is, látják, hogy nem annyira veszélyes hely a világ Magyarországon kívüli része, mint ahogy ezt a Fidesz elmondja, de ha befulladna a dolog, az tényleg hatalmas veszteség lenne, hát, ugye kutatásilag is, meg hát a diákoknak is. Nem, emberi és tudományos oldalról egyaránt. Lendvai Ildikó, Dévény István, köszönöm szépen. Köszönjük. Köszönjük.